Hello! Hello mindenkinek, én Attila vagyok, és a mai videó nagyon furcsa lesz, mert sokszor elmondom, de most tényleg veszélyes vizekre elvezünk, szóval mindenki készíts elő a horgonyát! Olyan vicces, hogy Attila nem, senki szerint. 7 hónapja még volt a furcsa szokásaim videó, és hogyha azt gondoltátok, hogy azok a szokásaim furcsák voltak, akkor... Fogalmatok sincsen, hogy mi következik most. Furcsaságaim tárháza, mint tudjuk, kifogyhatatlan, nem úgy, mint a mobilomon levő adathely, vagy hogy mondják ezt, hogyha bármelyiknél magatokra ismertek, majd nyomjatok erre a videóra egy lájkot, és így tudjátok nekem érzékeltetni, hogy nem csak én vagyok így egyedül ezzel az őrültségekkel, aztán talán kicsit normálisabbnak fogom magam érezni, bár hát az nem valószínű, de mindegy, és ne húzzuk is itt lamtól beszélni az időt, kezdődjön is a videó. Amióta Pesten lakom, imádok az ablakon kinézegetni éjjel-nappal, hiszen ki tudja, mit fogok éppen megpillantani. Na, eskelődjünk egy kicsit izével, ki tudja, mi folyik itt a környéket. Úristen, lehet, hogy egy bünténynek leszek szemtanúja, és aztán jön a rendőrség, és tanúvallomás, meg ilyeneket kell tennem, te jó ég. Imádom! Na, nézelődjünk már. Ha így nem látok, eléggé várjunk. Igen, hajj, de ez se elég, jó, akkor... Hát tudom, már tudom. Nem tudom, hogy miért, de így megbeszél magamban, hogy aznap még milyen teendőim vannak. Rendben, akkor még megsimogatom gyorsba Pikachut, hát szia drágám, aztán... Aztán pedig elmegyek boltba, veszek WC-papír, annyira kínos egyedül van, mindegy. Azután hazajövök, kifújom az orromat, és megnézek pár videót a példaképemtől, Harry Kettnertől. Igen, ez így minden nagyon király lesz, szuper. Attila, te most magadban beszélsz? Talán van valami probléma! És néha ezt angolul csinálom. Szörnyű akcentussal. Okay, so I have to poo, then I have to look cute Instagram pictures of cats, then I stop yelling at me car, then I have to, I have to shower and yeah, things like that, yeah, I have to do all of that. Are you talking to yourself right now? Is there a problem? Mindig elfelejtem, hogy bezártam el az ajtót. Olyás, hiszen végre mehetek Tokióba, egész évben erre vártam. Wing! Jaj, ezek a japán kertek annyira gyönyörűek. De várjunk. Bezártam az ajtót, úristen. Wing! Hú, persze, hogy bezártam, na jó, akkor menjünk is vissza. Ha valakinek valamilyen kínos kérdésére kell válaszolnom, akkor inkább elmenekülök. Jaj, mizut egy kis ártatlan kis cukisák, jaj, de édes vagy, jaj, de édes, na jó, elég az. Nem kell nyomodosnak lenni, amit akar a Hédi. Basz, új, már megint megtörtént, nem hiszem el. Ha elejtem valamimet, akkor egyből megpusztilgatom, hogy meggyógyuljon. Na gyere Pikachu, egy selfie lereg jobb barátom, és akkor mosolyog, és akkor 3, 2... Oh, úristen, Fóni, ugye jól vagy? Bocsáss meg! Ha elkezdek zenét hallgatni, néha annyira beleélem magam, hogy ez történik. Ha valamire nagyon koncentrálok, akkor ilyen furán megyek. Jaj, annyira... Jó, várjunk ezen ő. Szóval... Jaj, annyira jó illat van ennek a rózsák. Kopogtak? Jaj, ki lehet az? És ennyi lett volna ez a videó. Esküszöm nektek, hogy nem vagyok azért annyira őrült, csak néha. Ha tetszett ez a videó, akkor nyomjatok rá egy lájkot, és írjátok meg lent kommentbe, hogy nektek mi a furcsa, a vicces szokásotok, valamint azt is, hogyha azért valamelyik jelre magatokra ismertetek, hogy ne csak én legyek itt egyedül az őrült, hanem egy kicsit ti is. És ja, ennyi lett volna ez a videó, most már melyik is átöltözöm, már megsülök ebben a pulcsiba, addig szóval hamar súlyba találkozunk, én Attila voltam, mi ez a hajszálit? Sziasztok! Most még... benne van a seggem! Most már nincs.